mire való az Isten? Ugye kérdezhetné valaki. Hát ugye az Istennek van egy másik elnevezése, ezt úgy hívják, hogy teremtő. Tehát ugye az Isten az teremtői képességekkel bír. Méghozzá ugye az ember mindig úgy tekintett az isteni lényekre, hogy fokozott, az emberhez képest fokozott teremtői képességekkel bírnak. Tehát mindig így tekintettek az emberek. Ez a fokozott teremtői képesség, ez azt jelenti, hogy a gondolatukkal is képesek teremteni. Akár anyagot képesek teremteni. Na most, ha van egy olyan lény, amelyik sokkal többre képes, mint te, akkor az ember, ha egy kicsit utána jár a dolgoknak, akkor rájön arra, hogy a gondolaton keresztüli teremtés, tehát a gondolat általi teremtés, az azt nem akadályozza se tér, se idő. Ami annyit jelent, hogy a teljesen mindegy, hogyha az ember mondjuk gondolattal teremt, akkor hogy az a teremtett valami, amit teremteni akar, az itt van előtte, vagy mondjuk a bolygó túloldalán, vagy mondjuk akár az univerzum másik részébe. Mert nincs tér akadálya a gondolatnak. És ugyanez, nincs időbeli akadálya sem a gondolat általi teremtésnek. Tehát ugyanez a helyzet, mint a tér áthidalásával, hogy az, ha az ember, tehát egy értelmes lény teremt, akkor is tud teremteni, hogyha mondjuk a több milliárd kilométerre van, tehát akár több milliárd, nem millió, milliárd kilométerre, és a gondolatnak ide kellene érkezni, már pedig ugye azt mondják, vagy azt tanultuk sokáig, hogy a leggyorsabb sebesség az a fény. Nem, a leggyorsabb sebesség a gondolatnak van. Tehát a gondolatnál gyorsabb sebességű valami nincs. Mert olyan, hogy mondjuk az univerzum másik felébe akarsz teremteni, akkor itt most kigondolod, és ott megteremtődik. Rögtön időintervallum különbség nélkül. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy ilyeneket az embernek, ha egy kicsit utána jár, akkor tájékozódhatna, hogy a gondolatnak nincs tér és idő akadálya. Na most, ha a gondolatnak nincs tér, ennek is megvan egyébként az oka, hogy miért van így. Nagyon egyszerű. Mert ez olyan, mint a vonat. Tehát a vonatok, a kocsik össze vannak kapcsolódva. Világos ez? És ha mondjuk az a vonat egy kilométer hosszú, ha az utolsó kocsit meglököd, az első is elindul. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy mivel az az energia, amit a teremtőhöz kapcsolódik, és az benned is van, és minden létező dologban benne van, ezért abban a pillanatban, amit itt gondolsz, az olyan, mint a vasúti kocsiknál az összekapcsolódás, abban a pillanatban akármilyen hosszú, ha egy vonat 10 km hosszú lenne, de az elsőt meglököd, akkor is elindul az eleje. Abban a pillanatban. Világos ez? Na, ugyanígy kapcsolódunk a gondolatunk a teremtéshez, akárhol helyezkedik el az a teremtett valami az univerzumba. Világos ez? Tehát energetikailag
mindennel össze vagyunk kapcsolódva. Világos? És ez a kapcsolat, ha elindítod, azonnal mozgásba lendíti azt a táv, arra, abban a távolságban lévő dolgot. Érthető ez? És ezért nincs idő, és mi volt a másik? Tér. Így van, idő és tér különbség. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. Tehát ugye ez így működik az univerzumban. Na most gondold végig, megint mondhatja valaki, de én ezt nem hiszem. Aha, és avval kivel cseszel ki? Tehát ha nem hiszed, kivel cseszel ki? Magaddal vagy másokkal? Hát elsősorban magaddal, nem? Na most, tehát a teremtőnek, teremtődnek nem kell, hogy itt legyen. Ő képes arra, hogy a ott lévő gondolatát elindítva teremtést hozzon létre itt. De nyilván kellenek valamilyen kivitelezők a jelenben, a Földön, ezért van szükség a Földön az angyalokra, akik egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek. Vagy entitásban, nem entitásban, entitásban léteznek. Világos ez? Egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek, az a teremtői, tehát az isteni hierarchiában az alja, az a legalacsonyabb szint az angyal. Na most tovább nézve ezt a dolgot, ha az ember ezeket tud, akkor másként tud a világához hozzáállni. Miért? Mert rájön az ember arra, hogy a világomban, ahol élek, nem csak fizikai, elsősorban kézzel teremthetek, hanem a gondolataimmal is teremthetek. Na most gondold végig, megint csak, hogy neked melyik a jobb? Ha csak kézzel teremthetsz, vagy mentálisan is, a gondolataid révén is teremthetsz. Márpedig az éber állapotod teljes egészében teremtesz. Minden pillanatban, amikor éber állapotban van, tehát nem alszol, teremtesz. A gondolatoddal teremtesz. Tehát állandóan a gondolatoddal alakítod a saját mindennapjaidat, életedet, sorsodat alakítod. Minden pillanatban. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz. Na most akkor utána megkérdezném, ha már ide lyukadtunk ki, hogy még egyszer visszatérnék erre a kérdésre, hogy melyik a jobb neked? Ha van teremtőd, vagy ha nincs teremtőd?